Újabb halottak Kelet-Ukrajnában, szemtanúk szerint harcok törtek ki az egyik repülőtéren, harci repülőgépeket láttak, fegyverropogást és robbanásokat hallottak. Van, aki szerint 4 halott van, de olyan is van, aki azt mondja, hogy 9. Vagyis elkezdődött a Kelet-Ukrajnában épületeket foglaló orosz fegyveresek elleni eddig csak ígért akció. Obama felhívta Putyint és kérte, hogy hívja vissza a fegyveres csoportokat, de Putyin azt mondta, hogy semmi köze a kommandósokhoz. Bakos Piroska a legfrissebb hírekkel. Orosz barát szeparatisták próbálnak megállítani egy ukrán tankot egy kelet-ukrajnai település határában. A felvétel készítője percekig követi, ahogy az emberek gyalogosan a tank után erednek, egy Lada Niva a jármű elé is vág, miközben folyamatos a hangzavar. Kire akartok lőni? Állítsátok meg a tankokat, ne tegyétek még rosszabbá a helyzetet. Milyen parancsotok van? Szlovjanszkba megyünk, feleli a katona. Azért, hogy megöljétek a honfitársaitokat. A felvétel nem sokára véget ér, nem tudni, hogy végül feltartóztatták-e a tankot, vagy az tovább ment Szlovjanszkba. Minden esetre hírügynökségek tucatnyi ukrán páncélozott járművet, harckocsit és csapatszállító autót láttak, amint a város felé tartottak. Más kelet-ukrajnai településekről is érkeztek felvételek arról, ahogy az ukrán különleges alakulat tagjai nagy erőkkel felvonulnak. Bár ezek a képek még békések, nem sokkal ezelőtt újabb halottakról érkeztek hírek. Szemtanúk vadászbombázót láttak, és fegyverropogást hallottak a Kramatorszki repülőtérnél, állítólag több halott is van. Vagyis valóban elkezdődött az ukrán ellentámadás. Ma elindítottuk a terror ellenes műveletet a Donyecki régióban. Az akciót fokozatosan és megfontoltan hajtjuk végre. A cél, hangsúlyozom, az, hogy megvédjük Ukrajna állampolgárait, megfékezzük a terrort, a bűnözést, és azt, hogy Ukrajna részekre szakadjon, jelentette be reggel az ukrán ideiglenes államfő. Részleteket nem közölt, tehát nem tudni, milyen további akciókat terveznek a kormányzati épületeket elfoglaló orosz barát helyiek, illetve az orosz katonák ellen. Reggel Barack Obama amerikai elnök telefonon arra kérte Vlagyimir Putyint, vegye rá a szeparatista csoportokat, hogy tegyék le a fegyvert. Az orosz elnök azonban ismét tagadta, hogy Moszkvának bármi köze lenne ahhoz, ami Kelet-Ukrajnában történik. Külügyminisztere pedig kínai tárgyalásán ezt nyilatkozta az ukrán kormányról. Azért terjesztik ezeket a hazugságokat, hogy legyen alapjuk az agresszióra. Nonsens azt állítani, hogy az Orosz Föderáció beavatkozik. Ezzel megtagadják a saját népüktől a jogot, hogy szabadon véleményt nyilváníthassanak és tiltakozhassanak a diszkrimináció ellen. A kijeviek mindenre a maguk módján reagáltak, két orosz barátnak tartott politikust is megtámadtak. Egyiküket, aki jelöltette magát az államfői posztra is, megdobálták tojással, majd megverték, miután egy tévés nyilatkozatában állítólag az orosz csapatok behívását kérte. Az Egyesült Államok, Oroszország, Ukrajna és az Európai Unió képviselői csütörtökön Genfben találkoznak, hogy továbbra is a békés megoldásról tárgyaljanak. Bakos Piroska, Hír 24.